Wide-fülűek. A tökéletes hangzás ismerőinek vágyakozása a tökéletlenre. Gramofon nosztalgia itt a Kultúrházban. Jó estét kívánok! Egészen kicsi gyerekként még bakelit lemezen hallgattuk a Kökőszi és Bobolyszát, vagy az Óza csodák csodáját, aztán jöttek a kazetták, és ma már bizony a CD korát éljük. Mondjuk például a kazetták vagy a bakelit lemezek már szinte eltűntek a polcokról, de vannak olyanok, akik a még régebbi hangzást szeretik, annak ellenére, hogy már sokkal tökéletesebbet is kaphatnának. Ők azok, akik például gyűjtik a gramofonokat, azokat a gramofonokat a nagy tölcsérekkel, amelyek ma már szinte lakberendezési tárgyak, hogy a következő percekben olyasról, akivel fogok beszélgetni, aki ennek a szerelmese. Kedves nézőink! 100 évvel ezelőtt készítette Elizán Álva Tamás az első fonográfát! Most abban a ritka élményben részem, hogy fonográf felvételt készíthetek önmagamról! Argentinában sok rovarról áll, Argentinában sok van is jár, Argentinában nyár dolgol arról, hogy élni jó, és arra vér a felsikoltat szándó borró. Miért jó egy ilyen gramofon? Nagyon tetszett volna. Erre nagyon nehéz válaszolni, hogy miért jó egy ilyen gramofon, mert van akinek ez az élete, van akinek ez a hobbija, és általában aki gramofont vesz, az általában mindig gyűjtő szokta megvenni. Elég széles skálában forog 35-40 ezer forinttól egészen fölmegy 130-140-150 ezer forintig. Ez márkától, kortól, sok mindentől függ, a szerkezettől, szóval nagyon sok és összetett dolog. Én is úgy kezdtem ebbe a gramofonba bele, hogy régebb, mikor még nem is itt dolgoztam, akkor vettem egy gramofont, vettem hozzá lemezeket, és tulajdonképpen, amikor ide kikerültünk, a feleségemmel automatikusan ezzel kezdtünk foglalkozni. Ágoston úrra még szerintem édesapám ismerkedett meg legelőször. Ő régóta lemezgyűjt, mi gramofonokkal foglalkozunk, készítük és forgalmazzuk őket. És hát így a gramofon lemez, és ugye a gramofon az elég összetartozó dolog, így gramofonos berkeken belül majdnem azt lehet mondani, hogy mindenki ismeri egymást. Van ilyen, hogy gramofonos berkek? Tehát ilyen összejáró gramofonosok? Létezik ez? Összejárás fogalma az egy kérdéses dolog, de természetesen van egy kör, akit ez érdekel. Elég nehéz most már gramofonlemezeket gyűjteni, mert nehéz. Tényleg, hol lehet kapni gramofonlemezt? Mert ugye, aki nem ismeri a gramofont, az lehet, hogy azt mondja, hogy még a bakelit lemezt is lejátsza egy gramofon. Hát ott van például az ecseri piac, vannak antikváriumok, de én ezeket elég hamar lecsumáztam, és új dolgok után néztem, de én voltam az, aki egy ilyen laptoppal a ülébe elmentem a különböző reuma osztályokra, és ott írtam be a lemezeket, ott katalogizáltam, nem otthon. És ott látták az öregek, hogy mit csinálok, nekik is van ilyen lemezük, és már akkor a névjegyet rögtön adtam, és másnap mentem a lemezekért. Tehát például ez egy ötlet, de mindent az égvilágon ki kell találni. Én
bármilyen emberrel való beszélgetés fonalát 7 másodperc alatt átviszem a gramofon lemezeket. Bekapcsolunk egyet? Lehet. Melyiket? Hát, például a tiédet. Mert hogy amihez most oda mentél, az egy művészeti alkotás, vagy egy bútordarab, az nem szimplán egy eszköz, amely kiszolgálja az igényeket. Az az igazság, hogy a gramofonok közül ez mindegyikre igaz. Tehát ez mindegyik külön életet él egy lakásban, és mindegyik egy egyedi bútordarabnak számít. Abszolút multidéző hangulata van. És akkor miben különbözik ettől például az a gramofon, ami messze nem annyira szép, mint ez? Igazándiból praktikusság. A különbség minden gramofon között volt a táskagramofon. A hordozhatóság szempontjából ő nagyon praktikus volt. Ez már egy úgymond luxus kivitel úri változat volt, és azt lehet mondani, hogy a régi kornak minden rétegének megvolt a maga gramofonja. A középen látható kis méretű gramofonok megint csak a miniaturizálás, a praktikusság. Ez 1900-as évek elejétől úgymond kibontakozott, úgyhogy teljes versengésben majdnem azt lehet mondani, hogy gramofonokban választék, mint lepkének a mintája. El kellene mondani még azt, hogy abban az időben nem az volt az elsődleges szempont valami gyártással kapcsolatban, hogy hogy lehet a legolcsóbban kihozni, hanem hát ez látszik ott rajtuk, beletették a szívüket, lelküket az alkotók, és hát ez elmondható a zenékre is. Szóval meg kell, hogy mondjam, hogy a gramofon lemezek én jobb zenéket találok, mint az újabb időkben elharapódzott zenék. Persze ez ízlés kérdése. Még természetesen, hát mi gramofonlemezgyűjtők vagyunk, úgyhogy nekem legalábbis ez a véleményem. És még egy nagyon érdekes dologra felhívnám a figyelmet. Körülbelül 100 éve van kereskedelemben kapható hanganyag, tehát gramofonlemez, aztán utána jött a többi. 1901-től mondjuk, vagy 1900-tól lehet kapni ezeket, és 1960-ban szűnt meg nagyjából a gramofon lemezgyártás. És ez azt jelzi, hogy gyakorlatilag több idő telt el a gramofon lemezek jegyében, mint anélkül. Az más kérdés, hogy utána aztán sokkal nagyobb volumenben ment már a gyártás, de nagyobb időt ölel át a gramofon lemezes időszak. Lehet úgyhogy még ennek valaha egy visszatérése? Már visszatért. Tényleg? Hát már ennek jegyében ülünk itt? Az az igazság, hogy az előző bejátszásokban a résztölcséres gramofonok az ecseri piacon, amit a kollégám beindított és mesélt is róla, lemez, tű, minden jár mindegyikhez teljesen garanciával. Ez most miért ilyen furcsa? Nem húztam fel teljesen a rugót, és lemerült. Még a vége előtt lejárt. Nem baj, legalább alkalmunk van arra, hogy megnézzük, hogy milyen zeneid vannak neked, miket sikerült összegyűjtened. Én magam a... Hogy is kezdjem? Egy cigánzenekarban játszom, mint kontrás. És egy idő után érdekelt, hogy milyenek a régi cigánzenei felvételek. És amikor az első gramofonomat vettem, nem sokára kaptam egy szatyor ilyen cigánzenés lemezt valakitől, és fantasztikus erő és virtuózitás árat belőlük, elkezdtem azokat gyűjteni. Később, ahogy már elég nagy lett a gyűjteményem, egyre nehezebb volt új példányokat szerezni, mert mindig azzal találkoztam, hogy ez is megvan, már az is megvan. Akkor ugye cserélgeti az ember, ha jobb állapotban van, akkor kicseréljük a gyűjteménybe, és akkor a másikat eltesszük külön a duplikátok közé. Utána viszont már egyszerűen nem lehetett cigánzenés felvételeket olyat találni, ami nekem nem volt meg, és akkor elkezdtem mást is gyűjteni, csere alapnak, hogy majd az jó lesz, amikor valami komoly gyűjtővel találkozom. Hány darab lemezed van mondjuk? Nekem körülbelül 10 000 lemezem van. Ez önmagában nem komoly dolog, de az a komoly hát dolog, hogy ezeket dolog már katalogizáltam. Tehát gyakorlatilag be van írva a számítógépbe, és most digitalizálom is, és pont ezzel foglalkozom, hogy ezeket a lemezeket számítógépbe viszem be. Valamit áruljátok el, itt lehet látni, majd a kamera mutatja is tűket, különböző tűket. Miért kell annyiféle tű? A lemez vagy a gramofon maga követeli meg? Igazándiból mi követeljük meg, emberek, azt, hogy a gramofon régen nem volt megoldható, mivel ez egy teljesen mechanikus dolog, az, hogyha kicsuk, hangosítsuk. Na most a tűket, hogyha cserélgetjük, van vékonyabb tű, az halkabban szól, van vastagabb tű, az hangosabb, és volt régen fából is tű, az volt a legkurensebb, úgymond dolog, mert az már mostanára teljesen úgymond megszűnt, vagy nagyon nehéz megtalálni őket, és ez végül csak a hangerőszabályzásra volt.
melyik a kedvenc gramofonotok? Mutassunk meg egy párat, és hát nyilván a kedvencre vagyok kíváncsi. Én igazándiból olyan gramofonra vagyok leginkább büszke, és azt szeretem. Amit te csinálsz. Nem, hanem az, amit szintén magyar ember talált föl, ez Mikifon névre hallgat, ez svájci gyártmány. Ez itt láthatok ilyet? Nincs itt, de a középen a kis piros mini gramofon hasonlít hozzá, de még annak is a fele. Tehát az egy miniaturizált gramofon, amit magyar ember talált föl, és Svájcban rakták össze. Úgyhogy a miniaturizálás az nem egy új dolog. Régen is vágytak az emberek arra, hogy bárhova magukkal vigyék ezt a bizonyos hangeszközt. Még egyet, ha kérdezik, ott látok egy furcsát elől, ez a nagy doboz. Igen, előre kell menjek, hogy elindítsam. Az egy patefon. A Pate cég másmilyen rendszerű lemezeket gyártott, mint a gramofon. Elvében jobban hasonlít a fonográf hengerhez. Nem akarok ebbe belemenni, mert ilyen rövid idő alatt nem lehet ezt elmondani, de megmutatom a hangját. Jó. Nagyon egyszerű különbség a két gramofon és gramofon lemez között, az csak annyi, hogy a normál gramofon lemez az kívülről ugye befele játszik, a Pati az belülről kifele. De már maga a szerkezet különleges, tehát nem olyan, mint ahogy az ember elképzelje a gramofon. Igen. Itt meg lehetett már oldani azt, hogy a gramofonnak a süstergését. Hát ez egészen modern megoldás. No, hát körülbelül ennyit erről, mert kevés időnk van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szép gramofonokat látunk, de ahogy én őszinte legyek, az a legszebb. De ezt már csak úgy hozzávetőlegesen mondom el. Nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok, és hát mit lehet ilyenkor kívánni? Hát új felvételeket és sok-sok munkát. Hál' Istennek megvan, köszönöm. Én azért elindíthatok még egy felvételt itt. Gyorsan. Nagyon röviden. Lényeg az, hogy lemezeknek... Akkor csak indítsd, ne beszélj, indítsd. Van egy utóélete, és az pedig az, hogy bárki hozzáférjen digitális formában. És erről van szó. No? Halljuk? Igen. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Úgyhogy hajrá, hajrá. Jó. Köszönjük, hogy itt lehettünk.